Akkor szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy eljöttetek. Varga Farkas Edit Sára vagyok, mert nem mindenki ismer még személyesen. Az alkalom, aminek keretében itt összejöttünk, a sörkollektoros gyümölcs és zöldségasztaló átadása. Mondanék egy-két szót erről a klubról, aminek a keretein belül ez az átadás most megtörténik, mert hogy vannak új tagok is szerencsére. Ez a klub körülbelül egy évvel ezelőtt jött létre, és abból a célból, hogy a környezettudatosság, vegyszermentesség és az ehhez kapcsolódó tudásokat átadjuk egymásnak. Tehát bárki, akinek van tapasztalata, tudása, jöhet előadást tartani, megoszthatja velünk, szeretettel látjuk. Három településen működik, Szadán, Erdőkertesen és Veresen, ugye? Azt nem mondtam. És Veresen. És átjárnak a tagok egyik településre a másikra. Már elég sok előadáson és bemutatón vagyunk túl. Tervek közt volt ez az aszaló építés, és ennek az apropójából bementem Szadán a polgármester, az akkori polgármester úrhoz, Vécsei Lászlóhoz, hogy hol lenne az a hely, ahol elhelyezhetnénk az aszalót, mivel ez a falu aszalója lenne, tehát bárki ingyen jöhet ide saját terményével, zöldség, gyümölcs, gomba, amit szárítani akar is használhatja az aszalót, és ekkor Vécsei László nagyon nyitott volt a kérdés, és felajánlott ezt a területet, ezt a házat, kertet, hogy használjuk bátran, és ekkor kezdtem el tovább gondolni a dolgokat, hogy mit lehetne ezzel a területtel kezdeni, és... Hát nyilvánvaló volt, hogy egy közösségi teret szeretnék, amit mindenki használ. Későbbiekben terve van véve egy iskolakert is, hogy ezen a területen létrejön. Ezért kezdtük el a sövényt telepíteni a szikkasztó körül, hogy a gyerekek ne potyorászanak bele, hogyha itt szaladgálnak, megjátszanak. Ezt a projektet, ezt az aszoló projektet a Nemzeti Művelődési Intézet támogatja. Mivel amikor az ökoklubot létrehoztam, akkor közmunkásként, kulturális közmunkásként dolgoztam Veresegyházon. Ez azt jelenti, hogy az én munkaadom a Nemzeti Kulturális Intézet és a befogadó intézmény a Veresegyházi Művelődési Ház. Így kerültem kapcsolatba a Nemzeti Művelődési Intézettel, akik nagyon nyitottak voltak szintén és támogatóak, és egy pályázat keretében sikerült támogatást nyerni, többek között a jelen látható aszaló megépítéséhez, amiért én nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog. És most átadnám a szót Kókai Ferencnek, ő meghatározó tagja a klubnak, az első percektől kezdve jelen van, és ő volt nagyon nagy segítség az aszaló megépítésében, és az akvapónia népszerűsítésében. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kókai Ferenc vagyok, az Infinity Blue Kft. Ügyvezetője. Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy elkészíthettem a Szadai Bioház a sörkollektoros napenergiával működő aszalóját, és most ezt bemutathatom önöknek. Azt hiszem, hogy alig ha találnánk alkalmasabb időpontot egy napenergiával működő berendezés demonstrálására. Ennek ellenére szeretném önöknek az elkészítés fázisait bemutatni. Hogyha bárkinek kedve támadna otthonra egy ilyen berendezést készíteni, akkor azokat a lépcsőfokokat, amiket mi néha alkalmanként nehezen tudtunk meglépni, már ne kelljen botladozva végigjárni, hanem a mi tapasztalatunkból tanulva mindent egyszerűen otthon is meg tudjanak csinálni. A sörkollektoros aszaló egy napenergiával működő berendezés. A napenergián kívül semmiféle energiát nem használ. A napenergiát a berendezés alsó részén egy napkollektor formájában létrehozott sörös doboz oszlop sor gyűjti be, és ezt a napenergiát hasznosítja arra, hogy a sörös dobozok vékony falán keresztül átadja a sörös dobozok belsejében áramló levegőnek. A napkollektor alján belépő nyílásokon a környezeti hideg levegő fog a berendezésbe bejutni, és fölhaladva egészen végig a sörös dobozokból létrehozott oszlopokon a sörös dobozok falától fölmelegszik, és az aszalóházban, a ház alsó részén fog bejutni, ahol az aszalóházon belül elhelyezett három darab tárcán keresztül áramolva ez a felmelegített levegő folyamatos légáramlás mellett szárítja az ott elhelyezett gyümölcsöket és zöldségeket. Két dologról szeretnék önöknek beszélni, egyrészt a létrehozás lépéséről, másrészt pedig a felhasználás lehetséges módjairól. Kezdjük a létrehozással, nekünk is így kezdődött. A
A sörkollektor, mint ahogy a neve is mutatja, alapvetően sörös dobozokból áll. Ebben a berendezésben 96 darab sörös doboz lakik, és gyűjti nekünk a hőt, ami a napból érkezik. Ami egyébként nem kevés, tehát magyarországi viszonylatban egy tiszta, égboltú, meleg nyári napon, ami pont ellenkezője a mainak, körülbelül egy olyan 1,2 kW-nyi teljesítmény érkezik minden egyes négyzetméterre a földre a napból. Amit ha körbenézünk, elég sok négyzetméternyi olyan terület van körülöttünk, ahol ezt nem használjuk semmire. A sörkollektor pont egy ilyen négyzetméter, ami ezt a beérkező energiát valamilyen hasznos dologra, egészséges élelmiszerek előállítására igyekszik fordítani. 96 darab sörös dobozunk van. A sörös dobozokat gyárilag úgy alakították ki, hogy ők viszonylag pontosan egymással rakásolhatók. Ezt a tulajdonságukat kell felhasználni ahhoz, hogy légmentesen zárós oszlopokat, tulajdonképpen csöveket gyártsunk belőlük. Ahhoz, hogy a sörös dobozból, aminek alul is, felül is nyilvánvalóan zárt a mindkét vége, csövet tudjunk belőle gyártani, ezeket valamilyen technikával ki kell lyukasztani, hogy ilyen távcsőszerű dolog legyen belőle. Nagyon sokféle útmutató létezik az interneten, hogy hogyan kell egy sörös doboz sörkollektor felhasználásához kiukasztani. Van, aki azt mondja, hogy a meglévő ivónyíláson keresztül csak ki kell vágni egy ollóval, és szét kell trancsírozni a tetejét, ki se kell onnan venni. Van, aki azt mondja, hogy az alján is csak egy kis lyukat kell bármilyen fúróval fúrni, a levegő úgyis fölmelegedve át fog rajta áramolni. Mi mégis azt a megoldást választottuk, hogy alul is, fölül is teljes, alul gyakorlatilag majdnem teljes keresztmetszetében, fölül teljes keresztmetszetében egy körkivágóval kifúrtuk. Azért választottuk ezt a megoldást, ez pontosan a sörös doboz szájával azonos átmérőjű szerszám, 51 mm-es, alul 44-essel fúrtunk. Azért választottuk ezt, mert ez egy olyan precíziós eltávolítását teszi lehetővé a sörös doboz alsó és felső záró felületének, ami nem rongálja a sörös dobozok illeszkedését, de gyakorlatilag úgy tudtuk ezt kiukasztani, hogy gyakorlatilag teljesen pontosan illeszkednek a sörös dobozok egymásra. Nyilván nem maradnak úgy, tehát valami kell ahhoz, hogy ezek így maradjanak. A sörös dobozok elég jól föl tudnak melegedni üzem közben, akár 70-80 fokos hőmérsékletet is képesek elérni, miközben áramlik rajtuk a levegő. Elméletileg ezt a hőmérsékletet egy teljesen közönséges szilikonnal is lehetne uralni, szilikonnal is össze lehetne ragasztani. Mi mégis azt választottuk, hogy egy hőálló szilikont nyomtunk a sörös doboz alsó peremére, és összetoltuk a következő doboz felső szélével. Ami fontos ennél az oszlop építésnél, hogy nem baj, hogyha ezek az oszlopok egyenesek. Sokkal könnyebb elhelyezni őket a kollektorházban, hogyha egyenesek. Sokféle technika létezik erre is, hogy hogyan lehet egyenesen oszlopot építeni. Van, aki azt mondja, hogy egy V alakú vájút csinál kettő darab fából, és akkor abba ülteti bele soronként gyakorlatilag a sörös dobozokat. Hát nekünk kellett viszonylag rövid idő alatt 12 darab ilyen csövet építeni, nem vállaltuk azt, hogy egyesével ragaszgatjuk és szárítjuk őket, ennek a szilikonnak az üzemi száradási hőmérséklete elméletben akár 24 óra is lehet, ha kellően vékony a réteg, akkor ennél jóval hamarabb megszilárdul azért. Úgyhogy mi azt csináltuk, hogy egy asztallapra derékszögben ütközőket rögzítettünk, pontosan kimérve derékszögben, és egymás mellé oda rakosgattuk be a sörös dobozokat. Tudok majd mutatni az érdeklődőknek adott esetben fényképet erről. Beterítettünk egy asztalt, a két szabadon maradt az egyik végével, és a szabadon maradt oldaláról pedig megszorítottuk, és akkor gyakorlatilag soronként és oszloponként ki tudtuk őket egyengetni, szép egyenes csöveket tudtunk létrehozni. Azért, mert ezt a kivágási technikát alkalmaztuk a fedél meg az alj eltávolítására, az a kellemes meglepetés ért bennünket, hogy olyan minimális ragasztót kellett felhasználnunk, hogy az eredeti tervekben szereplő ragasztó mennyiségnek hát alig harmadát kellett használni, tehát annyira pontosan illeszkedik, és amiatt, hogy vékonyabb réteg a ragasztó, nagyon gyorsan is száradt. Úgyhogy 3-4 óra elteltével, az előírásnak megfelelően 24 órát nem kellett szerencsére kivárnunk, 3-4 óra elteltével ezek a sörös dobozokból készült csövek, ezek gyakorlatilag a középső elemnél megfogva simán emelhetők voltak anélkül, hogy bármennyire is hajlott volna, vagy az az érzésünk támadt volna, hogy ez szét fog esni. Ezt el kell mondjam, hogy nem az elsőnél sikerült ezt megtapasztalni, mert ott még nem mertem így fogni, de ahogy hordozgattuk a dobozba, őket a második, harmadik csőnél egyértelmű volt már, hogy ez a ragasztó, ez bizony úgy fog,
dolog, hogy ennek sok baja nem tud lenni ettől az óvatos mozgatástól. A sörkollektorban a sörös dobozok egy matt-fekete festést kapnak, mert a matt-fekete festés az, ami a sugárzó hőt, a napból érkező energiát jól el tudja nyelni. Általános gyakorlat az, hogy bármilyen hőálló matt-fekete festéssel festik a sörös dobozokat. Mi pontosan azért, mert itt arra számítunk, hogy azért jó néhányan fognak jönni ebben a berendezésben asszalni, és nem biztos, hogy túl sok időt szeretnének itt tölteni. Illetve arra is számítva, hogy nem biztos, hogy mindig verőfényes napsütés van. Egy speciális festéket alkalmaztunk, ami direkt a napkollektorok és napelemek bevonására lett kifejlesztve, egy 1974 óta létező amerikai cég terméke. Nem érdemben drágább, mint egy jó minőségű hőálló matt fekete festék, de szolár szelektív bevonatot képez, ami azt jelenti, hogy az érkező napenergiát sokkal jobban hasznosítja, mint egy közönséges matt-fekete festék. A matt-fekete festék visszaisver, illetve az elnyelési képessége is rosszabb, mint ennek a festéknek. Ezt a festéket gyakorlatilag webáruházon keresztül bárki bármikor beszerezheti, még maradt is belőle, hál' Istennek, elég vékony rétegben kell kenni. Hogyha majd kisüt a nap, és átlátható válik a vízcseppektől a kollektorunknak a fedése, akkor adott esetben alapos szemlélődők észrevehetik azt, hogy néhol áttűnik a sörös doboz eredeti mintája a festésen. Ez nem baj, ezt a festéket olyan vékony rétegben kell kenni, hogy ez a leírásában is szerepel, hogy senki ne ijedjen meg attól, hogy ez hanyagul van festve. Nagyon vékony, 200 mm környéki vastagságban ez a festék már tökéletesen ellátja a feladatát. A múlt héten kicsit szerencsésebb időjárás mellett volt lehetőségünk kipróbálni egy rövid tesztüzemben a kollektor működését. Ott érinthető volt a kollektor felülete, de érezhetően forró. Tehát a sörös dobozok felülete ennek a festéknek a hatékonyságának köszönhetően körülbelül 45-50 fokosra a kinti környezeti levegő 9 fokos hőmérséklet mellett simán fölmelegedett. Ezzel a festékkel szórással színeztük feketére, matt-feketére ezeket a dobozokat, tehát egy bármilyen egyszerű festékszóróval ez feljuttatható. Kenhető is, nem javasolják pont amiatt, hogy nyilván vastagabb réteg képződik, tehát egy egyszerű festékszóróval. Ez is egyszerűbben, mint gondoltam. Sok olyan lépés volt, amitől egy picit aggódtam, hogy tudjuk megcsinálni, ez az első ilyen berendezés, amit gyártunk. Sokkal egyszerűbb volt. Egy rétegben is jól működik, mi 2 réteget kentünk ebből a festékből fölre. Amit még érdemes megjegyezni, ezek a sörös dobozok, mikor ilyen mennyiségben az ember rendelkezésére állnak, addigra eltelik egy kis idő. Tehát gyaníthatóan 100 darab sörös dobozt nem mindenki egy nap alatt tud előállítani. Úgyhogy ha lenne egy koszos pincében ezek a sörös dobozok állnak, akkor bizony a belső részük az el tud szennyeződni. Marad benne valami, amit egyébként szerettünk volna elfogyasztani, de nem sikerült, és ami benne marad, azon bizony a penészgomba igen-igen hajlamos jól érezni magát. Úgyhogy mivel ezeken a sörös dobozokon átáramló meleg levegő közvetlenül azzal az élelmiszerrel fog érintkezni, amit mi utána szeretnénk elfogyasztani, valamilyen úton, módon gondoskodni kell arról, hogy a benne lévő szennyeződés az lehetőleg maradéktalanul eltávolításra kerüljön. A kedvenc szerszámot fogom megmutatni önöknek. Ez egy üvegmosó kefe. Egy fúró berendezésbe befogva, nagyon jó használatot tett, körülbelül 110 darab dobozt sikerült egy másfél óra alatt olyan alapossággal átmosni vele, hogy én magam se gondoltam volna. Mindent eltávolított a dobozokból, meg egy kicsi bőrt a kezemről. Jól működött, tehát én hallottam, igazából az ötlet onnan jött, hogy egy öreg horgászbácsi, amikor gyűjtögettem a törpeharcsát, azt mondta, hogy ő elviheti. Hát mondom, hogy mit fog ezzel csinálni? Hát hazamegy, befogja a fúróba a WC-kefét, és nem küzd a megpucolásával, ő így ledörgöli róluk a ledörgölendőt. És ez valahogy bevillant, amikor ez a feladat így elém tornyosult, hogy hogyan fogok én dobozokat üríteni és tisztítani. Tényleg elég koszos volt belül, akkor bevillant ez a kép, és akkor ezt a berendezést sikerült innoválnunk nagy hatékonysággal. Egy másfél óra. Arra is nagyon jó egyébként, hogy a dobozok aljának, fedélének az eltávolítása közben óvatatlanul ott maradó sorját, az tökéletesen eltávolítja, és tökéletesen beledolgozza az otthoni felmosóvödörnek az aljába, ami azóta is ott van, úgyhogy jövök egy felmosóvödörrel még otthon, de ilyen projektekben járulékos veszteség az mindig van. Megéri. A kollektor gyakorlatilag a feketére festett sörös doboz csövekből
nagyon hamar összeállítható. Mi annyit elkövettünk még, hogy a kollektor belsejét egy hőtükrös polifóm habbal kiszigeteltük, hogy ami már hő oda bekeveredett, az lehetőleg az oldalakon, illetve a fenéken lehető legkevesebb mértékben távozzon el. Ezt nem minden internetes útmutató tartalmazza, hát úgy voltunk vele, hogy itt sem bízzuk a véletlenre. Megépítettük a dobozt, beszigeteltük belőről, beleraktuk a csöveket, alul fölül minden egyes sörös doboz oszlopnak, csőnek, a végének megfelelő mintázatban ki van fúrva egy-egy deszka, oda gyakorlatilag ugyanezzel a szilikonnal, amit már mutattam, be vannak ültetve a csövek, és úgy állnak benne, hogy azoknak ott semmi baja nem lesz vélhetően. Mi volt még hátra? A polikarbonát fedés. A polikarbonát a fényelteresztés szempontjából nem kifejezetten a legszerencsésebb választás. Tudtuk azt, hogy olyan helyre kerül viszont az aszaló, ahol mondjuk mellékelt ábra is mutatja, nem kevés gyerek is megfordul, nem mertük kockáztatni azt, hogy egy üvegfedést tegyünk rá, ami szolár szempontból szerencsésebb lett volna. 80% fényelteresztése van a polikarbonátnak, tehát azért nyelel olyan energiát, ami nekünk jól jönne, de a biztonság azért egy ilyen bemutató berendezésnél azt gondoltuk, hogy ennyit megér, nem veszítünk vele túlságosan sokat. A polikarbonát egy olyan anyag, ami hőtágulásra képes, nem kicsire, úgyhogy a kollektor házba a polikarbonátot úgy kell mindenképpen beszabni, hogyha valaki otthon ilyen gyártására adja a fejét, hogy a dobozok szélén a polikarbonát mellett maradjon szabad hely. Igen ám, de ahol szabad hely van, ott a meleg ki meg be akar járni. Itt mivel benne lesz belőle több, ezért itt jellemzően ki fog szökni a meleg. Azt, hogy ezt a meleget mégse fölöslegesen gyűjtsük össze, hanem ha már bejutott, akkor tartsuk benn, akkor a polikarbonát alatt gyakorlatilag egy ablakba építhető szilikon szigetelést építettünk be. Vágtunk neki egy nútot, belepattogtattuk, és erre van ráültetve a polikarbonát. A polikarbonát utána egy alumínium sarok profillal le van szorítva, hogy tökéletesen szétnyomja ezt a szigetelést, és gyakorlatilag a polikarbonát légmentesen lezárja a szigetelésen keresztül azt a teret, amiben a sörös dobozaink laknak. Az időjárás hatásainak nyilván ki van téve egy ilyen eszköz, hiszen az a feladata, hogy a kín legyen az esőben, hóba talán nem, de az esőben, napon, mindenhol. Azért, hogy lehetőleg tartós legyen, a fa felületeit érdemes kezelni. Viszont élelmiszerrel is érintkezik, úgyhogy mindenképpen egy olyan festéket kell erre a célra választani, ami élelmiszerbiztonságos. Van a szabványnak is neve, ami leírja, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni egy ilyen festéknek. A vizes bázisú lazóra között viszonylag sok van, amire általában ráírják, hogy gyerekjátékokra is kelhető. Ez száradás után teljesen biztonságos. Mi egy ilyen festéket választottunk a fa felületeknek a borítására. Valószínűleg még majd fogunk rá kelni készülve arra, hogy ilyen idő sűrűn elő fog fordulni, meg még egyébként is van belőle. Gyakorlatilag megépült a kollektor, megépült a nevezzük így, hogy kutyaól, ami a szárítandó gyümölcsök és zöldségek tárolására alkalmas, és akkor építettünk egy lábat hozzá, hogy az egész mégiscsak nézzen ki valahogy. Pontosan a bemutató jellegére tekintettel úgy készítettük ezt a berendezést, hogy három darabra szétszedhető, eltávolítható róla a kollektor rész, leemelhető a lábról a kutyaól, illetve a láb önmagában viszonylag egyszerűen mozgatható, hogyha valahová bemutatóra kell vinni, ezt így viszonylag könnyen tudjuk hordozni. Ez a berendezés fixen itt lesz a tervek szerint, de sose lehet tudni, hogy mikor fordul el egy olyan program, ahová egy falunapra, vagy bármire érdemes lesz ezt kivinni. Ennek a célnak is tökéletesen megfelel. Lelemezeltük a tetejét, szintén az időjárás állóságot hivatott biztosítani. Lehet zsindejezni, vagy akár csak simán az USB-t, ami a tetején van, USB-lapot azt fedni. A lemezt választottuk, viszonylag könnyen beszerezhető, és szintén az időjárás állóság az egy komoly jó tulajdonsága ennek a lemeznek. A létrehozás lépése gyakorlatilag így nézte ki. Körülbelül egy olyan
attól kettő és fél napot dolgoztunk ketten rajta, mire ezeket így összeépítettük. Hát inkább az esti óráink voltak azok, amiket erre tudtunk fordítani mindannyiunknak más elfoglaltsága lévén napközben. De azt mondhatom, hogy körülbelül egy olyan 20 óra alatt egy ilyen berendezést megfelelő szerszámok birtokában létre lehet hozni. Tehát nem olyan rettenetesen sok munkaigénye van. Mire jó? Az asszalás egy nagyon régi, már az ókorban is alkalmazott tartósítási módszer. A lényege az, hogy a zöldségeknek, gyümölcsöknek, ad abszurdum húsoknak is a nedvesség tartalmát olyan mértékben lecsökkentik meleg levegőn történő szárítással, hogy a romláshoz szükséges baktériumok már ne találják meg az ő életükhöz szükséges körülményeket benne. Mi tipikusan Magyarországon ugye az asszalt gyümölcsöket ismerjük, a legklasszikusabb a mazsala, ami a szőlőből készül, mindenki találkozott már az asszalt szilvával, sárga barackkal, adott esetben őszi barackkal is, nagyon vörös áfonyát, kék áfonyát szintén nagyon sokan asszalnak, szoktak asszalni földi epret is, ami számomra meglepő volt, hogy asszalnak például a zöldségek közül hagymát, vörös hagymát, lila hagymát, fehéret, és állítólag nas jelleggel fogyasztják. Ezt mondjuk egy otthoni, benti, kereskedelmi forgalomban kapható aszalóberendezéssel nem tudom, hogy kitűrné otthon, hogy mondjuk egy néhány kilónyi alma illatozik az aszalóberendezésében otthon a konyhában 10 órákon keresztül. De aszalnak például leves zöldségeket, sárgarépet, petrezselymet, zellert, illetve már van is jelentkezőnk, aki gombával fogja tesztelni ezt a berendezést, aszalnak gombát is ilyen berendezésben. Az asszalás körülbelül egy olyan 35-40 fok környéki hőmérséklettől, illetve a fölötti hőmérsékleten szokott történni. Nyilván minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál kíméletesebb, ám bár hosszabb idejű, és minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabban fog végre bemenni, de nem szeretnénk főzni, tehát semmiképpen nem szabad olyan hőmérsékletet az asszalóban elérni, ami a ilyen jellegű folyamatokat indítana a növényeinkben. Azt azért el kell mondani, hogy a C-vitamin tartalma növényeknek ilyen hőkezelés alatt bizony-bizony már lebomlik. Tehát közel felére is le tud esni egy asszalás alatt egy gyümölcsnek a C-vitamin tartalma. Ember nem is feltétlenül ezért szeretjük. Az asszalványok, amik egy asszaló berendezésből kijönnek, víztartalmokat elveszítve egy jóval koncentráltabb ízvilágot, cukortartalmat képviselő élelmiszerek, Ezért a fogyasztási értékük adott esetben még magasabb is, mint egy friss gyümölcsé. Koncentrálódik benne a cukor, folyik belőle a víz, tehát értelemszerűen egy édesebb ízérzetet kelt. Rostanyagokban értelemszerűen minden asszalvány nagyon gazdag, hiszen a gyümölcsben attól, hogy a víz eltávolodik, fajlagosan a rosttartalom az nőni fog, térfogatra vetítve. Éppen ezért szokták is javasolni, hogy óvatosan fogyaszt az ember, mert észre se veszi, de nagyon hamar az asszalt gyümölcsek azért el tudják telíteni. Sokat lehet belőlük enni, mert egyszerűen jók, de nagyon nagy mennyiségű rostot tartalmaznak, emiatt érdemes velük óvatosan benni. Mire lehet felhasználni ezeket? Ugye az elsődleges felhasználás az a tartósítás. Tehát a szezonban megtermő nagy mennyiségű gyümölcsöt, ha nem tudjuk elfogyasztani, nem sok olyan élelmiszerbarát megoldás van, amivel hosszú távon el lehet tenni. Nagyon lecsökken a víztartalma ezeknek az aszalványoknak, éppen ezért külön tartósítószer nélkül hosszú ideig tárolhatók maradnak. És akkor értelemszerűen a kedvenc nyári őszi gyümölcseinkből télen is tudunk fogyasztani. A zöldségeknél jellemzően a felhasználási mód az úgy néz ki, hogy használat előtt mondjuk egy meleg vízben őket áztatva gyakorlatilag majdnem az eredeti állagukat képesek visszanyerni, térfogatot meg mindenképpen, úgyhogy azt lehet főzésnél egy olyan asszalt gyümölcsöt, illetve zöldséget hasznosítani. Hogy fog ez kinézni a gyakorlatban? Az asszalonban a hátoldalon egy nyitható ajtó mögött 3 darab ilyen tálca lakik. A 3 tálcának az összfelülete nagyjából 1,5 négyzetméter. Hát ezt meg sem tudjuk közelíteni kereskedelmi forgalomba kapható otthoni konyhai asszaló berendezéssel természetesen. Az eredeti tervek, amiből kiindultunk, az tartalmazott használatra vonatkozó információt is. Azt lehetett ott olvasni, egyébként ez a Gödöllői Egyetem szakemberei által készített terv, tehát azt feltételezhetjük, hogy ők tudják, hogy mit írtak oda.
másfél négyzetméteren körülbelül 15-20 kg gyümölcs is elfér gyümölcstípustól függően, vagy fajtától függően, és megfelelő környezeti feltételek mellett, napsütés mellett ezek a gyümölcsök 12-18 óra alatt elérik a kész aszalt állapotot. Az azt jelenti, hogy ha valakinek itt a nyáron kedve támad mondjuk sárga baraszkot aszalni, akkor ideálít az ő gyümölcsével, és kettő nap múlva bármilyen idő van is, ő kész aszalt sárga baraszkkal fog tudni. Remélem, hogy sárga baraszkot mondtam az előbb is, mert az érdekes lenne, hogyha őszit hoz és sárgát visz. Tehát egy-két nap alatt ezek vihetőek. Amire figyelni kell, hogy egészséges gyümölcs kerüljön bele. Az aszalt gyümölcsök között sem tartós az, amelyik romlott, ütődött, nyomoldott állapotot, tehát érdemes válogatni. Most, ahogy az előadásra készültem, én nem vagyok egy nagy aszalásmágus, de igyekeztem felszívni magam itt az előadás kedvéért. Találkoztam egy nagyon érdekes termékkel. Úgy készül, hogy a kevésbé minőségi gyümölcsöket turmixolják, és gyakorlatilag egy vékony sütőpapírra a tálcába leterítik, és ilyen lepény jelleggel aszalják, és ez a termék ez gyümölcsökből is készülhet, zöldségekből is készülhet, amennyiben zöldségekből készül, és magvakat is kevernek bele, akkor a mostanában egyre többször élőkenyér néven ismert termék áll elő. Gyakorlatilag nekem kedvem is támadt ahhoz, hogy adott alkalommal, hogyha majd az időjárás is lehetővé teszi, akkor egy ilyet is ebben a berendezésben megpróbáljunk elkészíteni. Azt még nem mondtam, hogy nekem az eredeti szakmám az önöket mindenképpen meg fogja lepni. Én informatikus vagyok. De egy kicsit be vagyok oltva ezekkel a fenntartható technológiákkal, és éppen ezért van bennem nyitottság minden ilyen szerveződésre, ezért is vagyok tagja a Sárályék klubjának. De az informatikusi vénám természetesen nem teszi lehetővé azt, hogy ő teljesen háttérbe legyen szorítva, és kimaradjon az informatika egy ilyen berendezésből is. Úgyhogy az eredeti terveken felül ebbe a berendezésbe bekerült kettő darab hőmérő, amit sikerült is beüzemelnünk, és rögtön meg is mutatom, hogy működnek, mit mutatnak. A kollektor alsó felén a belépő hőmérsékletet méri, hiszen az a hideg levegő kerül be a kollektorba, illetve a kollektor felső felén az aszalóházba bejutó hőmérsékletet mérjük most. Nem gondoltam volna, de ebben az időben is, amikor gyakorlatilag 100%-os a felhőborítottság, egy olyan 2,5-3 fokot még a belépő levegőn tud emelni. A múlt héten csütörtöktől kezdtük el aktívan építeni ezt a kollektort, alig vártuk már azt, hogy kipróbálhassuk. Vasárnapra került olyan állapotba, hogy be volt dobozolva, és le voltak festve a csövek benne. Még nem volt rajta polikarbonát fedés. 9 fokot mértünk akkor hőmérővel kint, gyönyörű napsütéses idő volt, és a sörkollektornak a felső nyílásain ömlött ki a 34 fokos levegő. És nem volt még rajta ez a hőszigetelés. Hogyha most sütne a nap, én azt gondolom, hogy nagyon csodálkoznék, hogyha egy 40 foknál alacsonyabb hőmérsékleti értéket mutatnánk. Na de vissza egy kicsit az informatikához. A beépített hőmérőknek az értékei, azok ezen a kis kézi táblagépen követhetők. Hát most körülbelül 5 fok az, amivel megörvendeztetett bennünket az időjárás, és a kollektorból kijövő levegő az most 7,5 fokos. A délelőtt folyamán 8 fok fölötti levegőt is mértünk már, most nagyon megvastagodott a felhőzet, de annak én magam sem gondoltam volna azt, hogy ilyenkor, amikor gyakorlatilag meg sem lehet állapítani, hogy a nap az milyen irányban van éppen, ilyenkor is egy minimális hőmérséklet emelkedést ez a berendezés ez képes elérni. Én azt gondolom, hogy nyáron igen-igen jó hőmérséklet lesz, közel 60 fokos, 70 fokos levegőre én simán számítok ebből a kollektorból, ami talán az aszaláshoz már meleg is lesz, de természetesen erre is van megoldásom, mert meg fogjuk egy kicsit emelni majd a légáramlásnak a mértékét, úgyhogy adott esetben a kollektornak a szellőző nyílásaira ráteszünk egy-egy pici ventilátort, és nyilván, hogyha nagyobb lesz a légáram, nagyobb mennyiségű levegőt már nem fog tudni olyan forróra fölmelegíteni. Most ugye semmi fajta berendezés nincs, ami a légáramlást gerjesztené, pusztán a felmelegedő levegő fölfelé áramló hajlama az, ami mozgatja az aszalóban a levegőt. Az aszalóban ez a levegő gyakorlatilag a felső pontokon, hogyha megnézik majd oldalról, a felső csúcsokban mindkét oldalon tud kilépni, tehát addig
folyamatosan keresztül kell, hogy haladjon az aszalóban elhelyezett tárcákon és az azon lévő gyümölcsöken. Kíváncsian várom már, hogy milyen lesz az első saját gyártású aszalványunk. Hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor most így nyugodtan szegezze nekem, és utána pedig nézzük meg szerintem közelebbről, mindenki nyugodtan fogdossa meg, mert már volt lehetőség ezt nyitogatni, csokogatni, megnézni, hogy mi hogy van, de ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésükre. Én összességében a berendezésről ennyit szerettem volna elmondani, hogyha valami olyan információ nem hangzott el, amire itt mindenképpen számított volna valaki, akkor ezt pótoljuk, de ehhez kérem akkor a kérdéseket segítségként. Köszönöm szépen!